Kevesen gondolnák, de a labdarúgó amatőr kupának közel 60 éves történelme van. Az elmúlt évtizedekben számos névváltáson átesett kupasorozat létrehozásának célja az volt, hogy a falusi és egyéb alsó osztályú csapatok is eredményesen versenyezhessenek egy országos kupában. A finálét sokáig a Magyar Kupa döntő előmérkőzéseként rendezték meg, az elmúlt években viszont már a női Magyar Kupa finália előtt bonyolították le. Az idei döntőnek ezúttal ferencvárosi kötődése is volt, hiszen sportigazgatónk Hajnal Tamás szülővárosa, a Nyergesújfalu volt az egyik résztvevő. A szülővárosomról beszélünk, ugye, ahol elkezdtem focizni, ahol az első lépéseket megtettem a focipályán, ugye minden odaköt a mai napig, a családom ott él, ugye az öcsém itt játszik most a csapatban, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, hogy itt vannak a döntőben, és szurkolok, hogy meg is nyerjék, hogyha már idáig eljutottak. Tamás édesapja Zoltán a csapat egyik edzője. Bent voltak pont az egész csapat, a Népligetben a mérkőzés előtti ebédet ott töltötték, úgyhogy egy pár szót még tudtunk beszélni személyesen is. Hétvégén is amúgy voltunk kapcsolatban, azért szoros a kapcsolat a családdal, majdnem, hogy napi rendszerességgel beszélünk, úgyhogy tudom, hogy nagyon fontos nekik ez a mérkőzés, hogy tényleg az egész város tulajdonképpen készül erre, egy óriási sportesemény nekük, és bízom benne, hogy tényleg élvezni fogják ezt a mérkőzést ma, és hogy egy jó teljesítményt nyújtanak, és a végén pedig remélem, hogy meg is fogják nyerni ezt a mérkőzést. Sportigazgatónk ezúttal viszont teljesen más szerepkörben ült a lelátón. Szurkoló vagyok, ugye most tényleg egy teljesen más szerepkörben az ember nem foglalkozik a külső tényezőkkel, hanem tényleg csak azzal, hogy amilyen energiát én tudok a csapatnak adni kívülről, azt szeretném megtenni, és remélem, hogy ez segít valamennyit a csapatnak. Az erőviszonyokat én se tudom, próbáltam kérdezni az edzőt, a klubvezetőt, körülbelül 50-50%-ra satszolják ők is az esélyeket, úgyhogy bízom benne, hogy a szerencse majd a mi oldalunkon lesz ma. Hogyha úgy érzem, akkor ki tudok jönni magamból, mert szükség van rá, de azért próbálom mindig kontrollal tartani magam. Kívül kiélezett találkozón majdnem Hajnal Róbert szerzett vezetést a Nyergesújfalunak, de életerős lövése a kapufáról kifelé pattant. A felső Zsolc az első félidőben viszont kétszer is betalált, előnyét pedig megtartotta a végéig, így megnyerte az amatőrkupát. Végig izgultunk, ugye tényleg ugye mind a két oldalon voltak azért lehetőségek. Robinak volt az első, ami a kapufát találta el. Hogyha az bement volna, akkor sokkal másképpen alakult volna a mérkőzés. Ugye látszott, hogy ezen a szinten fontos, hogy kiszerez vezetést, hogy egy stabil védekezésből utána, hogy az ember azért biztonságosabban tud játszani. Sajnos most így alakult, a fiúk megtettek mindent, úgyhogy mi meg büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk és ezt átélhettük velük közösen. Tökéletesen egyetértek a Tomival, az, hogyha az a kapufa ott bemegy az elején, akkor, de ha az nem játszik, akkor talán máshogy alakulhatott volna. Annyi, hogy talán még szerencsénk se volt annyi, mert én azért minden hétvégén látom a srácokat, és több volt bennük. Még valami folytán ez nem így, hát nyilván egy ilyen kupahangulatban nem úgy játszottak, mint a bajnokságban folyamatosan. Elég sok gólt rúgnak, itt most nem jött össze. A díjátadón látható volt, Robit megviselte a vereség, ahogy ő is, a csapat is győzni szeretett volna, megköszönte az érdeklődésünket, de most nem kíván nyilatkozni. Már beszéltünk a mérkőzés után, de a többieken is, ugye, hogy de már mind az apa, úgy, mint pedig Elzer Pisti, ugye a szakosztályvezető, már beszéltek ugye a csapathoz, és abszolút mindenki büszke rájuk, tényleg fantasztikus utat mentek végig, ugye a megyei kupában, ahogy szerepeltek, aztán a Magyar Kupában egészen idáig eljutni. Ez egy óriási élmény és emlék mindenki számára, úgyhogy ebből a pozitív dolgokat kell magukkal vinni, és a bajnokságban ugye jól áll a csapat, ott pedig a feljutásért lehet küzdeni. Reméljük, hogy ez aztán elfelejtve majd a vereséget, több erőt fog majd nekik adni aztán a következő mérkőzésekre. Így van, én is ebbe bízom. 4 pont előnyünk van a második helyezett előtt, úgyhogy ezt az előnyt ezt meg kell tartani, itt a megyei bajnokságban. Már a héten a rájátszás kezdődik, a felső ág, 6 csapat, és ott aki bújt, aki nem. Jó lenne, hogyha ugyanígy maradna a tabella, mint ahogy per pillanat elsők vagyunk. Nekik a 4 pontot megtartani, nekünk a 6 pontot megtartani, úgyhogy szép feladatok várnak ránk. Igen. Ahogy a Ferencváros az NB1-ben, úgy a Nyergesújfalu is megőrizte előnyét a megyei első osztályban, és bajnok lett.
Hajnal Tamás szülővárosának csapata az NB3-as indulásért a Salgó Tarjánnal mérkőzött meg, és bár végül nem sikerült kivívni a feljutást, az együttes idei teljesítményét látva a következő szezonban ismét bajnoki álmokat dédelgethet.